miért akarod nyelvből? Én maradok. Szia, nyit makhívó, szia! Nyit mak, nyit makhívó, át, átcsöpögött. Átcsöpögött, pont elfoglalták a cét, mire odadobtam a szemtexet, azért az hihetetlen. Meg vagy, nem? Hogy vagy életben? Joker, most melyik alertra gondolsz? A szerelmes dallamra, vagy a pornhábos dallamra? Mert kettő szót egyszerre. Melyik tetszik jobban? Ez most egy ilyen teszt, választhatom. És az állok ember, baszki. Nyugodtan köszönges, nyitva ki jó, nem arra voltam. Nagyon helyes, hogy köszöngetjük. Na most akkor a szerelmes vagy a pornós? Melyik a jobb? Szerelmes szívek. Mekkora playerek, gecce, ott ül egy kibaszott sarokba, érted? Az is egy cheater. Sarokkemper. Mindezek tudni ilyen PUBG szakevények, ott szokták azt, hogy fel. Lootolják a shotgun-t és remegnek a sarokba. PUBG szökevény. Ott sniper. Olympus. Akkor örüljön magának, elfogadni. A kurva anyját, amikor a hocét. A pornós maradjon? Ketten mennek célra. Rakjatok ki szavazást, rakjatok szavazást. Mehet a szavazás. Van egy counter UAV-om. Azt a kurva, menjünk már tiregyezni, nem hal meg senki. Kert előjött a pépivel sík. Jaj, de szépen körbe jöttem. Jó meg. Hajj már meg, fasz. Riding your six. Enemy in the area. Gunner UAV. We are taking switching mags. Gyerek, hát felé mutattam a szemben, felé kerülhet a haló. De hátba jön, érted? Hát Istenem, a büdös csicska bot. Fura, hogy két streamből jön a hang. Hát paszkodást. Egyiket némítsad, de nyitva ki, jó. Pornó maradjon. Én nem tudom, mi volt a kérdés, de a pornósra szavaz. És egy metra, az perfektebb mindenkinél. Csak mondom. Az nem baj, szeressük az olyat. Hallod, Petra? Hallod ezt? Au. És pervers állat. De én nálam mindenkit lehet hallani, úgyhogy tök fölösleges, érted? Úgyhogy ha bent vagytok mind a két helyen, az jó, mert az plusz egy ember, értitek? Szóval... Tudos nyomorék kurványádat már! De mindenkinél hallatok mindenkit. Nem örül neki, mikor más szeret olyan között. Ez nem is jó. Itt csak ilyen pénzes játékok vannak. De van ingyenes, úgy hívják, hogy Warfos. Warfos. Nem, nekem nem jön be az új Warzone. Egyáltalán. Lehet, a frankó. Lehet, hogy Petrának a ura olyan, mint Kalambó felesége, nem? Mondjuk én legjobb annak örülnék az új Warzone, hogyha nem kressenik ki belőle, amikor a top 10-ben vagyok. Mentem egy szóló. Mert mindenki kikresett. Nem. Nem, tényleg nem. Na ez volt a labda, ami le lett csapva. Hello. Neked se jön be, de azt meg tudtam venni. indítsam a szavazást, Márkító. De azt tudja a moderátor is indítani. De ő nem találja. Itt áll és vár a büdös paraszt. Holi, segíts Márkítónak. Elintézem. Egy per parancsa lehet. Per prediction, vagy hogy az Istenben van? Jó, nem tudom. Adok rá 3 percet, szavazás megkezdése. Ment. Semmi, Holi, nyugi. Szavazás. Szavazunk.
Mennek ára ketten. Vagy Paul, igen. Miért vagy VIP-re arra? Hú. A férje, a... Férjed. A urad is szokott játszani valamit? Én felajánlottam amúgy Petre. Amúgy lehet, hogy erősítőt fogom motivált tenni Petrát, úgy mint téged. Ó, mit megyek? De amúgy Petra nem jön játszani most? Nem akar? Megint? Mavericknél modi. Csocsika, köszönöm szépen. Köszönöm nagyon a feliratkozásod. És most ismét kétszer hallhatjátok. És itt a másik dal. Mert olyan kukli vagyok, hogy nem tudok normálisan beállítani egy level 88 a streamhez. Ne viccelj, én köszönöm. Egész jól felhoztam a szintemet egy hét játékkal. Amúgy haló, miért nem működik a célom? Hát ott van. A folyamatjelzőm nem működik. Na várjatok, mindjárt. Nekem az a célom, hogy meglegyen a 250. szín, de hát igen, nagyon nehezen megyünk fölfelé már. Kunyeráló csík. Kunyeráló csík. Na. Na, ú, meg lett a pink. Mindjárt kész a battle pass, már csak három terület. A kibaszott izé, mondted killek. Á, kitámasztó. 15 kitámasztó kill, és ilyen szép rózsaszínbe fogunk menni amúgy. Hát már ott kell lennie kettőnek, nem nulla. Hát kettő. Kill confirmed, jaj. Szakod el. Á, ott van. Ez még egy jó kárdék. Igen. Ahogy látom, a forrás elhoz. Nézzetek rá a fegyverembe, milyen szexuális? Hol vagy? Bucinél vagy? Mert nézem pillanat, nézem. Aha, nagyon, nagyon vad. Nagyon vad. Ez full pornós. Pornós, igen. Azt a kurva gyereknyi RPG. Állítanék be én is ilyen perverzetet, de hát... Mondjuk ahhoz teljesíteni kéne a kamu challenge-eket, ugyebár? Hát igen. Kurva egyszerűek ebben a kódban az aranyfegyverek. Igen. Főleg a dupla kill szerzések. Igen. Hát már nem ha utána tripla, ugye? Jó van, már tripla. Az a legviccesebb, megölsz kettőt és mindig a harmadik lelő. Confirmed! Enemy KIA! Nyert a pornus. Várjatok, akkor elméletileg... Úristen, csak jó, fú... Kellett a bomb. Elméletileg... Elméletileg megvittek, maradnak a pornós alertek, jól van. Pornós alertek, ezt így jól hallgatom. Linkszár, köszönöm, minden nagyon kérdés tőled, hát nem tudom, hogy te így csinálni. Nem hiszek ebben az első látás szerelemben, de kedves tőled. Én igen, amúgy. Joker! Köszönöm szépen! Kell a mond kill. A játék feliratkozás Doci számára, úgyhogy Doci, üdv köztünk. Én általában mindig... Nem benne egy darabig. Aha. Én általában mindig akkor voltam a legszerelmesebb életemben, amikor így először így ránéztem egy nőre, és full szerelmes lettem belé. Tessék? Te már életél át ilyen. Kétszer voltam szerelmes 31 éves élet szakaszom alatt, de akkor nagyon. Szerintem amúgy ez a szerelemes látása csak a férfiaknál létezik. Én szerintem egy nő... Van ilyen, hogy egy nő szerelmes lesz első látásra? Szerintem van. Mi? A te... Hogy? Nem a én részemről múlt el, Petra, soha. Én százalú látásra sem tudok azzá válni, vagy nem. Soha nem voltam még szerelmes. Ez elég szomorú. Hát, srácok! Kiszőből két perc múlva, egy. Igen. Ho-ho-ho-ho, úristen! Köszönöm szépen! Rockbox, ho-ho-ho-ho, neked is! Nagyon szépen köszi a követés, köszi. Az a mondásom úgy, hogy elvileg háromszor lesz egy szerelmes. Az első
első a nagy szerelem, a második a tanító szerelem, ami nagyon fájdalmas, és a harmadik az igazi. Amúgy ebben kurvára van igazság, mert első szerelemnél ott nagyon hülyeségeket csináltam majdnem magammal, akkor még nagyon fiatal voltam. Igen, ott én is nagyon durván szerelem. Igen, voltam. Igen. A második szerelem az tényleg ilyen tanító volt. Az borzalmasan fájt nekem is. Igen, és még a harmadikot nem éltem át, úgyhogy... És én várom a harmadikat. Én berakni Szantitól a szerelmes számot, mert én nem gondoltam volna, hogy itt ennyire, hogy nevezik. Én majd énekelek, jó? Szerelmes szívek. Hogy itt ennyire szenzitív srácokkal van dolgom. Ilyen kis szerelmeseket elkezdődjön meg. Én egyetlen egyszer voltam. És voltál vagyis? Voltam. Most nincs senki már, Isten tudja mi volt. Stop it! Dobla ki! Egyébként nem tudom, lehet jobban is jártál vele. Vagy nem tudom. Igazából... Én szerintem jó szerelmes lenni. Át kell azt írni. Egy nagyon jó dolog, egy nagyon jó érzés. Igen. Sajnos van egy negatív, van egy fájdalmas velejárója is. Jó, nem mondom, hogy rossz, mert azok még azt mondanám, hogy rossz. De... Mert ugye a második szerelem azért hívják tanítónak és fájdalmasnak, mert általában a második szerelemnél ugye már idősebbek az emberek, és megtesztek olyan dolgokat, mindig elmúlik. Amikor a fiatalok nem. Hogy érted, ez házszó volt a más szerelem. És kegyetlenül tud fájni, amikor a másik illető... Én nekem még az a baj, hogy nem tartott olyan sokáig a szerelem, hogy elmúljon. Lehet, hogy az volt a probléma. De hát ez is az élet szerves része. Hú! Na várjatok! Hú, várjatok, mert itt szétpörgés van. Joker először is nagyon szépen köszönöm a másik feliratkozás ajánlatot is. Illetőleg azt is köszönöm szépen. Hol van már Erik? Nagyon kár volt, tehát én most már ott tartok, srácok. Szövetni a csettel és veletek is a játékkal egyszerre a fonalat. De hát, hogy így. Ezért jó a kod, mert tudsz egyszerre három dolgot csinálni. Hucit elvesztettük teljesen. Egy picit most igen, de... Ringstar az a baj, hogy nem a szerelem nyert, mert az előbb volt egy szavazás a alertjeimet illetően, és a pornós alertek. De... Köszönöm. A világítunk. Gyerek, az egy dolgot csinál, ül a sarokban és lövöldözik RPG-vel. Ülök a szobámban, bússan egyedül. Jó, igaz. De hát nem igaz, mert tessék itt is például egyből itt a szerelmes fiúkkal. Hát jó, de azért 31 év alatt azért már illő, hogy voltam szerelmes kétszer, nem? Ez nem illő. Hát ha nem jött, nem jött. Ha jött. Hát most ez szerintem nem egy kötelezettség, amit mindenképp át kell minél hamarabb élni az embernek. Ez akkor jó, ha akkor jön, amikor kell. Így van, persze. Lehet, hogy később jön, lehet, hogy... 50 évesen jön meg, érted? Az de is lehet, soha igen, nem igen. De visszatérve erre az első látási szerelemre, én nekem mindig is ez volt. Nem olyan, hogy ismertem egy csajt már régóta, és akkor lettem belé szerelmes, hanem úgy, hogy elmentem mellette üzletbe például, meglátom, és mondom, azt a kurva, és nekem végem lett, és akkor meg kellett szereznem. És mind a kétszer. És mind a kétszer megszereztem, igen. Wow, az igen, GG. Csak aztán mind a kétszer elhagytam a faszomba. Engem megcsaltak a fanommal. Igen, hát ilyen, persze szerintem mindenkinek volt. De első szerelem egy évig tartott, a másik szerelem meg 7 évig, úgyhogy az picit hosszabb volt. Azt a kurva. Ja. Gombolból is fogta. Micsoda? Doci, hogy boltba a csajt, hogy betetted a kosaratba és hazatoltad? Nem, úgy, hogy üzletbe dolgozok. Azért. Ja, hát úgy mondjuk könnyű, igen. Tényleg nincs hangom, csocsika? Tag secure, kill confirmed. Ne ijesztegessél ilyenekkel, hogy nincs hangom. De
Hú, te gyerek. Amúgy 54-59 állás, csak úgy mondom, hogy. Igen. És van ott benne egy bánatos sniper. Kilőtték meg. Daráltam egy kicsit. Van a jobb sarokban egy sniper, a bal sarokban meg egy RPG-s. Kell ja, egy pillanatra, jól van skill. Ski, és ezért halok meg. De bazdnek semmit, nem tudok kijönni spawnról, geci. Mert a bal oldalról RPG lőtteli, mert jobb oldal meg elsznipolna. Double kill, ez az. Nagyon jó. Nagyon jó. Mennyi hiányzik még? 7. Nem tudom felvenni egyszer a dobtegeket, mert ez a sniperes tart minket. Van hát bazóka is, meg csipa is egyszerre. De olyan fogyiból tart a sniperes, hogy te őt nem tudod ellőni, csak ő téged. Igen. Látják, nincs mese. Rúbasszok meg itt. Nem, ez nem jó ide leugrani, nem. De hagyjad már magad, hogy olyan gyorsan mozog, bazd meg. Milyen izét használ ez? Na ennyit a Dead Silence. Emlékszem, amikor ilyen 15 éves lehettem, ugye 16 évvel ezelőtt. Akkor voltál annyi? Így van. Akkor ment nagyon a High School Musical, hát én azt szarásig néztem a hugommal amúgy. Jó, az mondjuk aranyos, egy kis mese volt. Fejből tudtuk az összes zeneszámot, ami az volt benne. Én a mai napig, hogyha megnézek valami romantikus filmet, én szarrátom bőgni magam rajta, amúgy. Az a baj. A Titanicon például nem. Na. Azért nekem annyira nem volt szomi. Mint például, ha a romantikus filmek. Hát például volt olyan romantikus film, amikor a csávó rákos volt a szem, vagy tudta, hogy meg fog halni, és írt ilyen rengeteg levelet a barátnőjének. Utóirat szerelem, vagy nem tudom, mi volt annak a címe, fogalmam sincs. Szerelmünk lapjai. Nem, az más, az más. Szerelmünk lapjaiba demes. Ja, igen. De azon is bőgtem a szerelmünk lapjai, arra emlékszek. A ízére gondoztam, amikor elfelejti a csaj, mert ilyen... Nem arra. Hanem olyan, hogy a csávó tudta, hogy meghalt, és előre írt leveleket, és amikor meghalt, akkor megkapta a nő első levelet. És akkor, hogy menjél el ide, itt volt ilyen közös pillanatunk, csináld ezt, és mindig kinyitotta a csávónak a levelit, aki már halott volt, és a utolsó levél, amit megkapott a csávótól, az volt, hogy na jó van, most már felejts el engem, és kezdj új életet, és legyél újra szerelmes, éd a saját életet, stb. Most is kiráz a hideg, amikor mondom. Hát amúgy, amin brutál. Én sokszor eltörtem, igen, az a notebook volt, tehát a szerelmünk lapjai. Igen. Az, hogy mennyire kegyetlenül képes volt szerelmes lenni a lányba, és minden pillanat csak kilépek a lobbyban, sokan ugatnak. Na, hogy mennyire képes milyen áldozatokat hozni egy egyszerű fiú egy lányért, aki teljesen más kaszban van. Hát az így szokott lenni. P.S. I love you. Lehet. Utóirat szerelem, igen. Utóirat szerelem, azaz. Utóirat szerelem. Tyler Rapp, szia. Beszéljünk Etiópia világuralmi törekvéseiről? Biztos? Nem beszélünk ilyen. Nézzetek South Parkot, abban rengeteg ilyen etiópiai rész van. Az biztos. A South Parkban minden is van. Azaz. Hát itt a ötleten írták ilyen ötletnek, de... Illetve a Simpsons családot betiltották nagyon sok országban, mint egy propaganda filmek, majd mindig megírsák, hogy mi fog történni. Én Simpsont nem szerettem annyira amúgy soha. Én Family Guy-os vagyok és South Park-os. Én is Family Guy-os vagyok. Simpsons családot én régen, nem hogy néztem, amikor random bejött a tévén, tudod, de inkább Family Guy, tehát azt én sokkal jobban bírtam a humorát, meg az egész felépítését. Meg a South Park az egy ilyen örökzöld dolog. South Park? Hát meghalok. Amikor a Cartman elkezdi szidni a anyját, az meg hát ez nekem ott végem van. Kocsa, te tripla tokájú sertés! Hát, nem jó lesz te? Ezt Cartman mondta. Ja? South Parkban volt.
De hogy? Hát... Átmente az örökévű poén elnézést minket mindenkitől a... Kárben kimondta B betű szót a zsidót? Én biszi baszi bassza meg! Biszi baszi bassza! Ül az ajtóban egy kemper és kettő. És bejöttem és legyúltam a kiadért. Szétlőttétek az embert és bejöttem és elnyúltam. Imádom, hogy húgy tudja ezt, mint a golyófogónak használ és beáll mögénk. És utána lop HP-sba belelő egyet. Hát figyelj, ő egyetlen nő, úgyhogy nekünk védenünk kell, érted? Hát a védenünk és a bárunk golyófogónak az nem ugyanaz. Megvan? Nem is igaz. Mi vagyunk a testőrök. Ha kell, akkor meghalunk egyik. Most is megmentettem hucit, csak mondom. Ennyi. Elmegyünk paintballozni és bevédjük öt oldalra a hucudlit ilyen technős alakzatban. Jaj, ne Isten ments, én többet nem paintballozok. Pedig tök vicces, legjobb dolog. Hagyjon sorozhatod, akit... Nem látok. Igen. Szinted mi, barátom? Kap be a banánot! Ha nem tetszik a rendszer, kap be még egyszer. De nem ár, hogy máhol szóltam, te csöves. Csöves kukorica. Csöves kukorica. Imádjuk, hogy elemegyek ilyen random. Rózsaszín. Töki szín ez a... Ez a rózsaszín. Mi fasz? Azért. Mind a három pont a milyen kavúgy. Ezek mi a fasz csinálnak? Fuck. Sorol koporsó. Number one. Ja. Numero uno. Én nem tudom, hogy hol spannolnak. Switching back. Van a pervert, ezt a rózsaszín párduk mintás. Mi van a fegyveremmel? Megtaláltam a földön. Ja. Nagyon szar, mert éppen aranyozom úgy, hogy ez nem olyan jó fegyver. Ki nyeri a VB-t? Úristen, foci! Új foci. Én sem nézek focit, most már régebben néztem, de most már nem követem. Nincs rá időm. Van a Na, nézői, meghozták a viszkit és a nasit, úgyhogy mindjárt kell öntenem egy szakét. Szakét? Van szakét? Így van, hát azt hiszem már tegnap óta már alig van üvegbe, bazd meg más íra. Honnan van szakét? Kaptam egyik nézőmtől tegnap. Hát érted, de ki a nézők ilyen cuccokat hoznak. De ilyen nézői vannak akkor. Érted? Hát nekem kevés nézőm van, de az összes imád és szeret. Kevés, de sok. Így van. Minőség a mennyiség. Mondom, hogy például... Huszudlinál is nem lenne olyan rossz, most ne érte senki félre, nem lenne olyan rossz, hogyha nem sokkal nőne az a szám, ha megmaradna az a csárias hangulat. Addig nőjön fel, hogy legyen partner, de nem nőjön túl. Nem jó az, amikor így elburjánzik a mocsok. Nem jó az, amikor elburjánzik a mocsok. Jó, szituált emberek jönnek a csetemre. Kivéve amikor nem. De tényleg, Módik azért... Nem nagyon jellemző itt trollkodás, meg így. Persze néha jönnek, de... Az ilyen tényleg... Felakadtam a pingpongasztalon, vagy milyen... Hú, ezt a kört nagyon lehozzuk. Hát amúgy nem tudom, mit csinálnak a semmin kívül. Az... Egyetlen, járj, én küldönik neked, és mondjál, és ott állunk. Megint a postás. Ha már volt olyan, hogy a futár meg itt az üdítőt nyár, amikor rendeltem a kaját. Jó nagy feges, ugye? Hát akkor nem kapott borravalót, gondolom, mi? Nem, nem.
pizzár, meg lehet, hogy a felfítet a pizzáról. Na, az lett már durva, igen. Hogyha Pizza Kingről rendeld, akkor biztos. Sose rendelek onnan. Én arra emlékszem, hogy voltam Győr után Lipótól, nem tudom, ismeritek-e azt a falut. Igen. Mi az? Srandon. És ettem egy ketchupos lángost. És a csávot csinálta meg nekem. És mögöttem a csaj, akivel voltam, az is vette egy lángost, ketchuppal, sajttal, stb. És én nekem a csávó ilyen smiley-t rakott rá, nevető smiley-t a csajnak, aki mögöttem volt, annak meg egy szomorú smiley-t. Nem tudom, hogy ez mit jelentett, de én inkább gyorsan elmentem onnan. Jaj. Az, hogy te kaptál speciális házi szósz, te nem kapod speciális házi szósz. Amúgy van Srandon nektek ilyen szokásotok, hogyha kimentek? Mert én nekem, hogyha Srandon vagyok, akkor muszáj ennem egy lángost. Én nekem ott ízlik a legjobban. Szerintem is. De várjál, én ott inkább a palacsintával vagyok így egyébként. Igen, igen. Hogy eszitek a lángost amúgy? Sajtos, ketchupos, ennyi. De miért ketchupos? Mert imádom a ketchupot, azért. Én is imádom a ketchupot, de hogy jön a... De nem még a nutellát is ketchuppal eszem, de basszál fel. Várj meg, a nutellás lángost én például télen szoktam menni. Nem, nem nutellás lángos, nutellás ketchupos. Mi a fasz az? Igen, nutellás ketchupos kenyér. Ezt akartam mondani, nem lángos. Nutellára ketchup. Így van. Na, erről beszélek. Próbáljátok meg. Próbáljátok meg. Várjátok egy kicsit. Most egy pillanatot kérek. Én most pirítok egy kurva kenyeret, és én ezt most kipróbálom. Na, próbáld meg, az kurva finom. Nutellára rakjatok ketchupot, olyan különleges ízt ad, hogy én elmehetném Michelin csillagos séfnek, csak mondom. Írják hát... még, hogy kovjúbit is tegyél hozzá. Igen. Meg egyen rá egy kis nutellás ízét. Kenyér ketchuppal, kovász suborkával. Ja, meg igyál rá tejet. Ja, igen, öblis le egy pohár tejjel a végén. Úgy éreztem, hogy előjön a nutellás ketchupos kenyér. Hát, nyitva ki, jó, nálam ez mindig. Na vártok, akkor ígyunk már egyet. Egészség, srácok. Nyitva ki, jó, hozd a viszkit. Lepváros Siri... mogyoróvajas szendvics. Siri meg bekapcsolódik a órán. Egészség. Mondjuk az még úgy összeillik Joker, mert édes, na de a nutellához a ketchup. De mondom, Huci és srácok, addig nem mondjatok semmit, amíg ki nem próbáltátok. Ezt ki kell próbálni, meg kell érezni ezt íz, kurva finom. Na, tehát... Még nem próbáltam, de... Na, várjál! Discord népén, igen? Figyelmet kérek. Na. Most fogod kipróbálni? Igen. Az igen. De. Én nem csak segget a számból, itt a Nutella, itt a ketchup. És nézzétek a Discordot, mert nyomja. Megosztottak izét, a képét. Aha. Jaki, csoró. Nem érdekel meg az elején. Na. Tehát. Úristen. Most tehát. Már egy pillanat, srácok. Action van. Mondja, hogy Nutella. Vá. Nutella. Igen. Köszönöm meg kenyét a kenyeret Nutellával. Most nem hoztam kanapos késseken, nem meg mindenki nézze el. Azt kéri a csetem, hogy nézheti a cset. Nem nyugodtam. Jó, csak várjál akkor egy picit, mert nem tudom, hogy kell megosztani ezt, amit én látom. Képen. Nem csinál semmi különöset, csak megkeni a Nutellás kenyeret. De nem az a baj, hanem hogy nem tudom kinagyítani az arkangyalt. De só, én félek. Ne félj, finom lesz az, finom lesz, higgyél nekem. Jau. Ketchupos Nutellás kenyér. De kencelj te ketchupot, he! Fúj, tényleg ott teszi. Amúgy nem rossz, hülye. Na mi van? Amúgy nem rossz. Mondtam én, baszki. Amúgy eskü nem rossz. Ura, de nem rossz. Ez érdekes, de amúgy nem rossz. Changing back! Esküszöm meg, bó. De innováció. Így van. Ezt a kombinációt én találtam ki ilyen 6 évesen. Van itt egy szója a pizzáról, hogy pizzáról jut eszembe, ismerősöm rendelt pizzát, kihozta a futár, megnézte mi van rajta. Mondta a futárnak, hogy ő nem tudja találkozni pizzára ananászt, amúgy is allergiás rá.
Erre a futár leszette ott előtte kézzel az ananászokat rólam, és mondta, hogy tessék kész. Na várj, lépjünk ki, mert huciék izé kidobódtak. Igen. Gyert fel onnan plusz Baraszklek város kenyér. Jó, ki vagytok. Amúgy vannak érdekes kombinációk a világban, amik nem rossz. Na Arkangyal, ugye egy fasza. Mondtam én. Nem, ilyesmi nem rossz. Olyan különleges ízt ad. Arkangyalnak ez lett a újabb kedvence. Most minden vacsvára minden nap. Ketchupos nutálás kenyér fog enni. Lehet, hogy be fogsz fosni tőle amúgy, de amúgy finom. Csontapú, olyanról hallottam például, hogy ilyen banános mojoró vajas cucli, meg ilyenek. Kenyérre simán rákenik a banánt, amúgy igen. A banán hát, de most amúgy... ez ugyanaz, aki megeszi a dinnyét kenyérrel, azt se értem. De sok... Én se értem. Azt én se értem, mondjuk. Szerintem most senki nem érti. Nem, de hallottátok már róla, nem? Majd kérdezzünk meg fél óra, hát? Én sem hallottam, hogy a dinnyi lehet, az van be, lehet, hogy beszarik amúgy, hát benne én van. Igen. Én is. Na tessék. Ura élőlények élnek velünk egyből. Na össze vagyunk joinolva. Chat, utoljára kérdezem, és nem utoljára, most gyorsan megkérdezem. Valaki jön esti? Kis türelmet. Kis türelmet kérek, valaki jön. Itt megszállít valami lófasz. Most mindjárt jönnek a válaszok. Hát mennék, de nem vettem meg 70 euróért a játékot. Hát mennék, de... Hol van Alf a gerim? A kanip is én. Tényleg jönnél? Köszönöm a követést. De csak akkor, hogy a szexuális hangod van, akkor jött. Engem nem enged az asszony. Micsoda? Nem enged az asszony. Én mennék, de fogasztak. Na mi történik? Mondtam, de jönnék, de... Hát Alfa Kanip is. Ha van kedved jönni, akkor Zoli Discordján vagyunk. Lehet jönni, csatlakozni. Nézd meg Petrát, azonnal már küldi a dolgokat. Hát ennyi. Petra VIP, aki moderátor. Pevasz, Tanis. Szia, Tanis. Hello. Gyere. Akkor jön, mert akkor átmegyünk a ötös szobába. Így van. Így áthúzol mindenkit, vagy egy igen, mindenkit átdob. Jó. Ő a felvidéki kraftot, csak így embereket dobál át Discordon. Anka. Szia, Zalán. Megy a gyilkolás, mint a kurva élet, Tanis. Akkor Search and Destroy. Nagyon jó meccseket nyomunk, úgyhogy remélem most ez is kurva jó lesz. Kina. Ja, hogy te beszélsz éppen. Ez jó. Faszom, itt száll valami bogár. A fasz ez. Hát üsd nagyon. Meghalt. Addig megy, gyártak egy nutellás kenyeret, mindjárt jött. Na, ott van! Ne basszál fel! Muszáj kipróbálnod. Nem. Muszáj. Nem. Ha vagy családa... Figyelj, az én kis zsenge hajdú bihari gyomrom, azt nem veszi be. Figyelj, te már... De csak egy picit, nem azt mondom, hogy egész kenyereted meg, hanem így rákezd kecsapot és próbált ki, érted. Csak harap rá. Jó. Mindjárt jök. Just the tip, tudod? Azt kéri Holly, hogy streamelsz-e Parkangyal. Így kérdezte, ezért olvastam így fel. Már névre nem hallgatok, így nem válaszolok, nem tudom az kicsoda. Biztos valami alter ego, vagy rokonom, nem tudom. Valaki na. Emlékszik a nevemre? Nevedre? Ja, nem kell már, já, itt van. Ez a kedvenc kérdésem. Próbáltam-e már a Ready or Not című játékot? Nem. Este 10 után is leszek-e? Ha nem alszom ide, akkor igen. Blablabla. Olyan sokáig fogod nyomni? Olyan 4-50. Még mindig 11 Montet kill kell a kurva életbe. Ha. Nem nagyon már. Egy orvosi már nem nagyon lehet ilyet csinálni a streamerkedét. Ilyen csapatjáték ez a Ready or Not, ti hallottatok már róla? Nem. De mi itt ilyen fazmufóbiázni akarunk később, nem? Igen. Mikor ma? Igen, nem. Nem is holnap. Hát ma miért fiatal az este? Ready or Not. Úristen! Azt akarja, hogy ez a lány. Uci nem szereti ezt a számot.
Hol van full ház? Mi van? Milyen full ház? DC-n. Ja, jönnél te is hatodiknak, Tiv is? Hát Tiv is. Akkor lépjünk már egyen nagyobb DC szobába. Megyünk is. Itt a rendőrségi beszélőkön így megyünk minden át. Most már izélők vagyunk. Most már. Istenem, ezeket komolyan mondom. Na, és akkor jön a következő, na szép, most indulok melózni, pedig jönnék én is. Eddig hol voltál, drága? Linkstar. Streamelek délóta, itt vagyok. Das ist Krokodil. Mi van most? Most SDZ vagyunk hatag? Jól hallom? Elbaszunk péntek este. Jól hallom. Na most átjöttünk a hatos szobába, és akkor mégse? Én már délóta iszok, úgyhogy én már közel vagyok ebbe a baszáshoz. Én kettő óta iszok. Jól össze vagyok, aszalódva azóta, kösz. Ó! Ja, hogy dolgoztál, és most... Kokain medve, durva előzetes kapott a bedrogozott medvéről szóló... Főszakács. Valós eseményeken alapuló film. Alfaka, Nipisnek nem jó a Mikie, rendben. 12 órás stream? No, azért jaj, az durva, hogy holnap szeretnék streamelni, úgyhogy nem akartam ma ilyen sokáig, de hát ma meglásd. Hát akkor kitartást, és meddig tartam eló? Így van, Tanis. Főszakács, akkor így. Hát, az elég melós. Para. Az elég meló. Igen. Nem tudom mennyire látni, hát csak annyi van. Bazd meg. Meddig szokott tartani meló? 14 óra. Van még egy pici. Ez a meddig szokott tartani? Ezt tegnap streambe bontottam föl, és ami már... Ami meg nem döglök. Ez az tegnap még talán volt, baszki. Na itt vagyok. Házfős foglalás, jó. Kenet, tényleg Linkstar kensz nekünk akkor egy butellás kecsapos kenyeret. Na, milyen divatot behoztam? De főszakásnak ilyet mondani, szegény gyerek. Jó, ne viccelünk tényleg, de most... Na, érted. Na, mire várunk, srácok? Kapsra. Ha főszakás lennék, mert lehet 50 euróm a játékra. Wow. Amúgy az 5-ből 4-en lettünk, hogy lesz ebből SD? Amúgy elő még úgy volt, hogy hatalom leszünk, nem? Igen, csak közben Zalánka elszublimált. Arkangyal most próbálta ki. Mert Zoli szerint ez egy ínyenc falat. Így van, ez egy ínyenc falat, huci. Mind azt mondták, hogy ez finom. Szóval én szeretném, hogyha élő egyenes adásban te is ennél egy nutellás kecsapos kenyeret. Ne! De! Nincs se kecsapom, se nutellám. Persze, húci, az, hogy nincs ketchup, meg nutella egy konyhában olyan kenyeret. Igazából ketchup és nutella van, csak kenyere nincs. Nem, nincs egyik se amúgy. Kenyered sincs? Csak rámennék a helyedbe egy jó ketchupos nutellás kenyére streamben holnap. Akkor mi van most, lányok, fiúk? Menj le, fizetem, Joker, baszki, te itt kinevezted magadat a pénztárcámnak amúgy, vagy hogy? Huci, kérdés, mi Huci. Az Isten mi az? Történik? Most egy 4-en lettünk halkból. Huci pénztárcája. Nem tudom. Indítsa a meccset szerintem, aztán majd elválik. Jól van, indítok egy meccset, csak közben itt várakozások voltak, azt tudom. Puszi Linkstar, jó munkát neked, kitartást. Lankápelem, kuka, 5G, wifi, meg laggol a kód, rendben, Tivis is kihullott, a másik versenyzőnk is kihullott, mert nem jó a mikrofonja, és úgy láttam le is lépett, hogy most akkor mégse. Én elhiszem, jó lesz a mézes kolás és jó kolbásszal. Ezek az átok mikrofonok. Mézes kolás kolbásszal? Na, ezt meg én nem próbáltam amúgy. Nem. A kenyérre luxus van, hát igen, amúgy, az kurvára. Szóval itt miért nem enne a sós édes? Semmi. Mire gondolsz, Tani? Azt mondja Petra, hogy a mézes kalács kolbásszal is egy jó kombináció. Na, akkor legyen sokat. Megint 4-en vagyunk a 6-ból. Tehát így két hely kiadó.
Az a baj, Huci, hogy tudod, ezek ilyen alibi playerek. Ilyen mézes kalács, a sós, mézes kalács, a kolbász, a sós, az édessel. Miért, hogyha a lekváros lángost megeszed, az is sós édes kombó. Én a májkrémes kenyeret szeretem tejföllel. Mondjuk úgy nem próbáltam, de én ketchuppal szoktam azt is enni, a májkrémes kenyeret. Én mindent ketchuppal eszek, meg a húslevest is. Jó, azt már nem, de gyerekkoromban azt is. Nagyon jó. De a májkrémes tejfölös... Elmentünk ilyen gasztronómiai csodák felé ebbe a streambe. Biztos. Vagy a híkosás felé. Igen. Hú, te madre! Bazd meg. Duble kill, ott is volt. Jó, ölnöm kell egyet dobókéssel. Az így. Én ezeket a kurva mantet killeket próbálom. Hát lőtt a falon át, nem. Mindennek elnyomja a kicsapa ízét? Nem. Nem igaz. Miért van az, hogyha odafutok egy autó mellé, akkor főrobban, bazd meg. Melyik rábasztod a szemtekszed? De pont az autó. Úristen! Ezek mi ikrek voltak? Ilyen akimbos nyomorékok. Ellamonted. Ja. Jól keresünk katona, vagyok XD fegyjel, vagy mi, há, mi az, mi az a izé, a zárójel bezárva, nem? Semmi. Pucudli? Magyar szava, készítve vissza a kettőt. Elengedtem már a fogalmazást. Hapnak át bőt! Lennik nyomorút fut a pontra házba meg. Ájjajjajjaj. De én itt tartom egyedül, srácok, nem sokáig bírom, csak mondom. Én a közé nem gyilkolom, akik jó lenne itt a életet is fiatal némi segítség. Hopp, egy itt. De hát a lila Power Ranger állam berongyol oldalra. Igen. Hú, hogy szerettem a ment Jetix-en a Power Ranger-t. A Power Ranger az kapta halt. Vágod, hogy most az egyik fő original Power Rangers színész faszi meghalt. Igen, meghalt. Hát ott nem szomorú. Én nem ismertem úgy, hogy agyadelek, nem volt szomorú. Én egy Power Rangers láttam életemben, az a Jetixen futó sorozat volt anno. Jó, mondjuk nekem még mindig 2017 volt a legmegrázóbb a Chesterben. Ja, Linkin Park? Hát én Linkin Park zenén nőttem fel. Linkin Park, System of Down, ezek, nekem is ezek van. Ja. Akkor egy szertankjánon te is megmerevedné, mi? Én szeretek amúgy mindenfajta zenét. Én elhallgatok áriától kezdve, rock, metal, mindent. Csak akkor úgy értem, hogy ha te hallgattál System of Down, akkor egy szertankjánon te is megmerevedné, hogy jönne egy halálhír. Amúgy nem, mert én senkivel nem vagyok így, semmi egy színésszel, mert mindenhogy én most annyira szeretek valakit, vagy annyira rajongok valakiért. Én soha nem voltam az ember. Én soha senkitől nem kértem autógramot sem miatt. Hát azért tőlem kérnél, ha találkoznánk, nem? Kedvenc felvidéki streamer, nem tudom, kérnék egy autógramot. Hát ugye. Tőletek kérnék, srácok, biztos. Tőled nem csak autógramot kérnék. Hát jó, én ezt nem akartam kimondani, de autogramot elfogadom, de. Tolom a hova volt. Tartsátok a pontot, tartsátok. Nagyon tartsuk. Jön nekem. Közeledik egy. De ott nincs is ajtó, mi ez a kapu jelzés? Ja, hogy aha, egyen följön. Pokémon, szerzd meg a célom az, hogy jó legyek műtársam oldalán. Galandra hív a messzeség. Nem biztos, hogy így van.
Ura, nagyon fura izé a szöveg, én angolul tudom csak. You're halfway to mission complete. Stay sharp. I am with you. Mi fog milliókat érni, cuccu, mondja csak. A aláírás, hogy az utállás kenyé. Ja, hát egyszer biztos. De, haló? Enemy incoming! A nutellás kenyér ketchuppal, vagy az aláírás? Ja, ez a kérdés. Hát, hogyha a nutellás ketchup milliókat fog érni, akkor... Jézusom, és Holly bebaszta, bazd meg a Pokémon szól, már most nem hallok semmit Pokémon szól nála. Két percig, és három percig Pokémon szóltak meg. Szépen köszönöm a 1500 cheert, te jó Isten! Okken 1500 ilyen drágába kerül a Pokémon főcímdalaba? Hát 3 percig szólt. Csanikám, az Miss Huncudli. Nagyon, nagyon szépen köszi, Holly. Isten nő vagy. Köszi, köszi. Huncudli. Hunci azt mondja a Csani nálam, hogy bekövet a gecibe. Az igen. Ez aztán fenyegetés voltam úgy. Ez kemény. Na mindjárt jövök, pillanat, srácok, lehet ki fog dobni, de muszáj vagyok elszaladni, pössenteni. Oké. Okay. Csak 1500 sírtoltál, így van. Csak. Mindig boldogságot tudsz hozni a életembe, baszki. Nagyon szépen köszönöm. I got your back! Száz nem már csak 15 000 szor. Tessék? Mondom, az 1500-nál már csak a 15 000 a szebb. Ja.
Hát Holly volt olyan, hogy majdnem elérte egy hónapba. Basta kúra, mit kaptam. Bábazd meg! Ma megint kill confirm. Ki kéne venni ezt a játékmódot amúgy. Amúgy. Loading. Kifogyott az ambom! Pedig triple kill lesz nem. Kifogyott az ambom. Csak 12.800, jó van akkor, Oli, jó van akkor. Az azért nem csak, az nem kevés, az kurva sok. Zöld jelvény. Hiába kérd be, hogy ott a nő. Erre mindjárt iszok egy szakét, Holly. Igaz meg. Kikongatom. Az összes ilyen távolsági köcsök sniperes faszkalap a sarokban. Jól van az. De neked már 75.000-es lesz, nem, Holly? De neked nincs fejed, ember? Vagy mi a faszodban? Na azaz, igen, igen. Engine mags. Megvan az összes enemy egy helyen kempel? Csak 50.000. Csak 50.000. Te egy igazi szexisten nő vagy, Holly. Egy igazi Kleopátra. Tudom, mondták már. Oké. Okay. Hucudli, úgy van, Csani. De nem ár, hogy nem halsz bele, bazd neked. Kellenek a mount killer. Tam tam tararam. Dira 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 da. Dira da ba ba. Nem találok. Ott a mount kill. Most vagyok itt. Hát, akkor most vagyok. Most vagy itt? Most vagyok. De most? Titokban biztos kenti magadnak egy nutalás kenyeret. Ketchuppal. Ketchuppal, igen. Igen, mindenképpen. Éreztem a vágyat, próbáljam. Joker, te jóságos úristen! Mit csinált a Joker? Köszönöm szépen az ajándék feliratkozást Tibi számára. Nem. Köti a pénzt rám. Az a jó. Köszönöm. Na, hát Tibi is. Itt, de miért? Igyekszem betelepülni. Köszönöm. Havi csak 100 eurót költsek csíjére, stb. És hogyan megy, Holly? Hát, mert látod, Joker a mi kis aranybányánk. Mindenkinek ajándékoz. Hát te mindenkinek ajándékoz. Hát... Be tudod tartani egyáltalán, vagy mi van? Ja, hogy ezt csak azért csinálod, hogy elküldjem a telefonszámot. Hát értem. Eddig 75 eurónál? Fú, hát akkor ez nekem jó hír. Ja, hogy december... Az kemény, ja, hát... az kemény, igen. Hát... Na várjál, Huci, miket hallok? Szóval, hogyha ajándék feliratkozások vannak, akkor megkapjuk a telefonszámodat. Nem, én ezt szóval nem mondtam, csak Joker abban a tudatban él, hogy igen. Figyelj, de az jó, hogyha abban a tudatban él, akkor legalább fogja küldeni a dolgot. Nem, ez nem így működik, az úgy, hogy 1 millió shield el kell érni, 100 subgift minimum. 1 millió shield? Az anyám. Most itt megint megvan a...
Ja, jártam egy csatornán, ahol az egyik gyereknek másfél millió cheat badge volt. A marha. Az igen. Kiszámoltuk, hogy az több mint 19 ezer dollár elkozta. Én nálam Holinak és Dávidnak ez 75 ezeres a baszki. Az Magyarországban, az Magyarországon az 50 ezeres cheat badge is kurva erős. Már az, hogy csírel valaki. Jaj, ti kiléptetek itt közben? Hozzá. Nem, így vadul, nyomjuk. Ja, szóval te nem is velünk játszol? De várjatok, szociálban mi itt négyen vagyunk, és itt állunk a lobbiba. És most indítottam a meccset. Az jó, akkor kilépünk. Mert hogy valami... Akkor én leave-eltem. Nem, mert lehet, hogy visszarakott volna akkor engem, vagy már nem tudom. Már kiléptünk. Úgyhogy Csati Mati, Join Huci. Á, ez az. Jönnek rám a srácok is, nézzétek. De már jó. De jó neked. Már akkor... Rájtöttép is kilépett. Mindig vibrál valamiért a kod, nem tudom miért. Nekem úgy döntött a kod, hogy megint elszopja tőlem a battle pass pontjaim. Azt te sose kapod meg valamiért amúgy. De aztán, amikor kilépek a játékból teljesen és visszalépek, akkor aztán ott van. Várjál, Csani, mindjárt berakom. Mit rakunk be? Linkelek neki. Jó. Mi van? Tessék, így megtalálod. Hogy állunk fegyverügyileg aranyozási? Jaj, hát ez... Fantasztikus. Fantasztikus rúzsaszín fegyver. Na még három kitámasztó ki kell, ahogy Hucitól tanultam ezt a szavat. Úgyhogy kitámasztós, úgy. Na melyik Assault Rifle-t aranyozzam ki next? Hát mennyi sorba, én azt csináltam. Elejétől kezdve a végig. Na jó, nincs több szubkugyaráció. Kétszer kimaxoltuk a sub célokat, úgyhogy... Nincs több szubkunyerálás mára, elég volt, köszönöm srácok. Akkor ezt így oké. Célteljesítése. Az igen, Holly. Az igen. Nem, nincs Joker. Kemény vagy, mint Tarzan sarka, azt kell, hogy mondjam. Mondom, hogy te a Twitch közösségnek biztos, hogy egy nagy és erős pillére vagy. De ezt a első pillanatban lehetett érezni, amikor megérkeztél hozzám is. Nem véletlenül vagy annyi helyen moderátor és... Köszönöm nekem, és én küldtem hozzá. És nem csak a pénz véget szerintem. Igen. Köszönöm szépen, szia! Tibi Csokit is te küldted, vagy ő már nem? Hoppám, Csani küldtem. Tibi Csoki, köszönöm szépen a követést. Van egy ilyen tök jó vízcsapoló edényem, aztán akkor próbálok éppen vizet szerezni, mert épp szomjan halok. Pohár hiány, jó lesz ez az üveg. Én nekem már meg kell szólítanom nyitva ki jó kollégámat, hogy áll a viszkivel. Nekem itt ki van öntve a szaké és... Már kéne én. Az anyádba. Pontokat kéne foglalkozni. Jelenés bekészítve. Na, ezt szeretem, amikor nyitva ki úgy rögtön jelez. Akkor egészség, srácok. Egészség. Én megiszom helyetted a vizet, hogy ne legyél másnapos. Oké. Hát én csak szakét fogok inni mostantól amúgy. Vizet, abba halad. Igaz, hogy még van kettő Jack Danielsen. Nem mondta, hogy van nő ismerőse is. Köszi, Tanis, köszi, srácok. De úgy néz ki, hogy a hugom vasárnap szül, úgyhogy lehet, az a kettő Jack Danielsen is el fog fogyni. Rozi, Otti, Jézusom, milyen kérdést teszel nekem föl. Őszintén szólva, fingom sincs, van-e más donációs lehetőség, a másik, hogy... Úristen, ne már. Milyen lehetőség van-e? Nem hallottam. Tényfalon kívül nem lehet-e még bevezetni más lehetőséget a donation-re? Vannak amúgy. Van kriptó. Nem kriptó. Nem, a PayPal-lal van problémája.
hadakozik a bankkártyájával. Jajaj. Hát az akkor, az baj, mert amúgy az a... tényleg szar, mert egyébként nekem is a hadakozik, úgyhogy... Akkor maradnak a csírek. Az meg az anyád. Maradnak a subgiftek. Hát a subgiftekből és a feliratkozásokból egy streamer nem kapan sokat, úgyhogy... Nem az a legjobb. Hát a donét a legjobb. Ne, hogyha sok van belőle, akkor... Hát jó, persze, hogyha... jó, de hogyha minden, ha mindenből sok van, az mindig jó, érted? Igazából a subgiftek, ha nincs donét, a subgifte jobban jár, mert abból megkap 2,5 dollárt, tehát a 100 csír, az csak 10 cent vagy. Én a subgiftből, meg a gift és a donét, vagy mi a faszomból? A... feliratkozásból ilyen 1,40-et kapok, vagy amennyit. A 3,99-ből. Ugye a felét kapod el. Hát... Nem a felét. Nem a felét, kevesebb lesz. Partnernak kell lenned, hogy a felét kapjod, és elég komoly szerződésednek kell lenni, hogy többet kapod. Van egy olyan, ha 3 hónapon keresztül 300 feliratkozó van, ami nem giftelt és nem Twitch Prime, akkor kapsz egy... Abból tényleg nem jó, tanis. ...amiben 60%-át kapod. Értelek. Szóval ez úgy van... Igen, mondjad. Ne, mondjad csak. Hogy sorrendben a streamernek, ami a legjobb, és ezt ugye nézőinek is mondom, az a... A donét a legjobb, igen. Mert azt kapod meg egybe. Igen, és abból vesz le a PayPal a legkevesebbet. Igen. Utána a csírek, és utána a feliratkozások. Hát a sorrendben igen. Végül is, ha így veszük. De a partnernek jobb a subgift. Jó, de a partnerség az... Nem elég közel hozzá. Csírből mennyit szed le, Tanis? Hát baszki... Többet kéne streamelni. Ez úgy van, nézzétek meg, hogy egy ilyen 1000 csír... Várjál, hogyan van? Hogy ilyen... 1000 csír az 10 dollár. Na várjál... 2 nullát kell vissza. Úgy van, hogy 1500 csírt lehet venni 21 euró valamennyire, nem? Ja. Na. Szóval 1500 sír 21 euró, abból a streamer megkap 15 dollárt, ami aztán átalakul a saját valutájára, úgyhogy az lehet ilyen 14-13 dollár. Szóval 22 euróért veszi meg a néző, és abból a streamer megkap ilyen 14 dollárt. Úgyhogy kb. Ennyi. De kurva sokat vesz le ilyen nagy összegeknél, mondjuk, hogyha ha valaki elküld egy streamernek 10.000 csírt, azt már múltkor kiszámoltuk a Holival, az ugye ilyen 160 euró a nézőnek. Szóval itt van neki ilyen 60-70 eurós különbség, amit a Twitch elvesz csírba is. Persze... Rampó, nagyon szépen köszönöm a 200 csírt. Persze, erről nem szabadna beszélnünk, úgyhogy ezt most mind exkluzívan mondtuk el nektek. Igen. Mert ez benne van a szerződésben, úgyhogy ha valami van, akkor engem kibasztak innen, úgyhogy köszi. Jó ott veletek, hello! Na, várj meg ezt! Bratko, vagy igen, Bratko, köszönöm szépen még egyszer is, de köszönöm szépen a követést. Valami már nem látom. Ennyi fele figyelni ilyen témákra, értelmesen reagálni, plusz nézni a chatet, plusz közben játszani a kóddal, és foglalni a pontokat, és... Nem publikus Tanis, mert amikor a érdekelt és státuszt aláírja a streamer, akkor benne van a szerződésben ez, hogy nem beszélhet a pénzügyekről. Nem beszélünk, így igen. Van. Úgyhogy nem is értem, miért hoztad fel. Hát, mert én ilyen nyílt ember vagyok. De ilyen nyílt ember. Jó, hát amúgy... Tudnia kell amúgy szerintem a nézők. Igen. Pontosan jól mondod most. Hogy mire költik a pénzt, mert valójában ebből a legnagyobb pénz az Twitch-nek van, nem pedig a közvetítőnek. Pont azért támadta meg a Twitch a kaszinó streameket, mert ugye a kaszinó streamekből nekik nincsen bevételük. Milyen streamekből melőttem? Kaszinó. Kaszinó streameket betiltotta a Twitch, mert hogy abból nincs különösebb bevétel. De azt hogy érted, hogy nincs különösebb bevétele? Hát, hogy mondom. De mi az, hogy kaszinó stream? Hogy streamelik, ahogy kaszinóznak? Igen, igen. Ja, és hogyha nyernek a kaszinón, akkor abból ők nem részesednek. Igen. Hát nem, maga, tehát a kaszinó nincs különösebb. Ha játszasz egy játékkal, új megjelenéssel, ugye abból is kap pénzt azért, hogy az ő Twitch-re lesz.
azt a játszom, mit tudom én, az új, da, az új... Na, én ezt nem vágom. Én... És az a lényeg, hogy mind azt a... Hagyjam meg én, bazznak, hát... Én köbben kiklesseltem, már annyira jó az a 70 eurós játék. Bár csak 70 eurót adtam volna érte, mindig. Ja, úgy lehet jelentkezni SD-re, hogy írod, hogy szeretnél jönni, nem kell semmi felkiáltójel. Mi ezt nyugtázzuk és küldjük Zoli Discordját, hogy jelentkezz is. De Zolinak van egy kitétele, hogy szexi hangodnak kell lennie. Ja, és ja, igen. Hangod lehet, szexuális igen. Hangodnak kell lennie. Igen, tehát ha szexi a hangod, akkor jöhet. Ennyi a kritérium. De ha nem. Mondjuk Arkangyal kitesz kettő embert is. Hát tényleg ilyen extra szexi hangja lenne. Frakko, a tiéd szexi? Hát kell menni kantra. És erre a szexuális hangra amúgy arra szoktam gondolni, hogy ne ilyen 10 éves nem mutált hangok jöjjenek, tudod? Szia! Hello, ja. Sziasztok! Én vagyok az Miki, ha? Nagyon jó az SD, ha? Delta, hagyjad már, hogy te ide pusolsz, nyomoréket! Delta, nem custom, hanem úgy lesz, hogy mi hatan vagyunk egy csapatba, és játszunk egy másik csapat ellen, akik nyilván nem magyarok. Tehát az a lényeg, hogy mi hatan együtt. Jézusen, milyen emberek vannak, Jézus! A 2022-es SD megfogalmazása, mert úgy tudni, a két ellenséges csapat játszik el, akik nem feltétlenül magyarok. De ez tiszta cuki volt, na. Most amúgy 200%-ra nevelte meg tudsz tudni a kod eladásokat, mert végre az emberek játszanak nem magyarok. De gondolom, hogy úgy értette, hogy csinálunk két csapatot, és akkor úgy nyomunk. Hát úgy is lehetne, csak nincs el annyi ember. Ja, ahhoz, de ahhoz 12 ember kell, és konkrétan 6-ot alig tudunk ez összeszedni. Hát meg abban nincs XP, így van. Jó, de mondjuk, hogy össze... XP nélkül meg játszunk, akinek 3 annyi van. Hát, hogyha összejönne a custom azért, akkor le se basztál azt a XP-t most. Hát jó, de... Mondjuk amúgy, ja. Párszor belefér, de az, hogy most... Valóban most is szeretném a custom, hogy cégóba se, lóba se. Ha csinálsz egy ilyen versenyt, na az más. Itt kiszoptunk, de keményen. Huci lett a második, oda néz. Hát mert én kifagytam. Ja. Igen, csak ezért lettem mások. Szóval... Na itt vagyok, megyek játszani. Most akkor jössz, Braszkó, te is? Tony Braszkó. Jó mafiózó. Táj, mit beszélsz itt a fülembe, igen, hogy... És akkor Delta, te is jössz? Soró. Mert akkor így meglennénk hatan, csak mondom. Csoroszibá, meg leszünk hatan? Akkor állítsd le a meccskeresést anyucám. Megállítom. Nagyon jó, akkor nevegyom. Linkelem az Activision ID-met, pontosabban ID-met. Ott van. Hát már az elején bőven ég látni. De jössz velünk, amúgy már négyen vagyunk, és tudnánk menni SD-zni, ha jössz. Úton az arany felé. Aki nem SD-zni, mamus jöjjön meg rá, ne hisz tízzé. Úrismiknél ja. Megnézem, hogy állunk dupla killekkel. Nem adok linket. Menj fel a felvidéki streamer csatornájára, aztán ott kérjél linket. Már csak 3 kill kell without dying-gal 10-szer, amiből 4 megvan, szóval 6. Felvidéki streamer, felvidéki streamer. Nem, doci, ebben most már csak víz van. Majd a holiék beírják felkiáltójel DC-t és ott lesz a... Ja, már írt, ott is van úgy. Ja, illetve kéne ide is a chatemre. Mert hogy random rámzsot lakozott haverom, egy szívromot kaptam, hogy kibeszél a fülembe, úgy nem ő partiba. Azt hittem, azt lelki ismeretem felé, illetve nem tudom. Köszi, Tanis. Amúgy, hogyha pálinka lenne ebben, akkor ez kicsit eltorzult fejjel innám ilyen jelendülettel. Ha már 12 ember lenne, akkor az
elköltött minimum 840 eurót játékra, annyit nem érdemel az Activision. Hát igen, amúgy erről van. Csak hárman vagyunk a part. Mindjárt öten leszünk. Csak inveljetek vissza. Megkaptam a mandarin skillt. Miért mandarint? Aha. Az milyen a mandarin? Narancssárga? Hát de, olyan mint a narancs, csak kicsibe. Na hirtelen, na így lettünk öten. Vizet iszol és én téged nézlek, nem tudom melyikünk a gázom. Holó? Vizet iszolsz és prédikálsz. De figyelj, honnan tudjátok, hogy hucinak az víz? Lehet, hogy azt mondja, hogy víz, csak nem akarja azt mondani, hogy pálinkázik, ért. Honnan tudjuk mi azt, milyen az ivó tehetséged? Mármit akarom mondani, ivó tehetséged. Annyi humor volt van. Pénanat. Átrakom magam a pusztítalkra, ami kürtes kalács. Cyber gyerek, írjél bocsánatot. Nem mutatom meg a kacsámat ott. Na várjunk, most már itt öten vagyunk. Igen, behívtam gyerekkori havaromat, csak még szarakodik. Cancert? Igen. Oké. Okay. Amúgy Imrének hívják. Imi! Vagy hívjátok, hívjátok Sheepshagernek, azt szereti. Sheepshager? Igen. Mi ez a Sheepshager? Hát, baribasszó. Baribasszó? Na most te fó. Meg lesz ez a hatodik fő, vajon? A hatodik elviekben tőled kell, hogy jöjjön. Huci. Igen, erre, ezt várom. Viszont Imre nem hajlandó SD-zni, úgyhogy... mehet nyugodtan az SD. Sziasztok. Akkor mégis elvizik. Szavasz, Imre. Egy kettős mércés faszkalap vagy amúgy? Mi bajod van? Kettős mércés faszkalap. Imádom ezeket a szavakat. Az milyen? Örök már a 4090 a gépedbe? Micsoda? Kinek van akkor a fasza, hogy 49-es vesz? Amúgy igen. Ezt így ne. Ennek itt a Discordon. Tényleg. De ahogy veszek, hallottam, hogy miket csinál a gépe, szóval egy ideig nem veszem meg. Na szép. Mármint meg tudná venni, csak még nem veszi meg. Én örülök, hogy nekem lehet 3080-asom, nem hogy 4090-em. Én most boldog vagyok a 3060 LTX-el egyelőre. Rendosolok. Na most én is alul maradtam. Hát én jóval alul maradtam, csak mondom. Nem baj, én szeretek felül is, meg alul is lenni, úgyhogy nekem teljesen mindegy amúgy. Ennyi. Az élet mindig úgy működik, hogy... Így van. Nézőpont kérdése. Brit tudósok bebizonyították, hogy egy átlag ember 89-szer szexel egy évben. Elég hát... kemény embernek szexelni be. A brit tudósok már nagyon sok mindent bebizonyítottak amúgy. A brit tudósok megkaphatják a faszomat. Figyelj, britek olyan, hogy mindegyiknek tűfasza van, és úgy baszik, mint egy varrógép. Mi az, hogy több szexualitás érít párról alatt, mint az elmúlt fél évben, és ez miért gáz egyébként? De várj, 91 évben az ló. Én a használt olajat néztem teának, szóval nem biztos a tét. Ne szórakozzatok már, tehát 365-ből 90 az borzalmas állat. Ásványvizes flakonban nem rakunk pálinkát, velem történt, hogy abban volt... Éneket több van egy éjszaka felkeltem, én iszonyat szóval... Mármint kinek? Kiszáradt a torka, és jól meghúzta életem legrosszabb élvényre. Nem fogok is statisztikai számításokba belemenni. 30-50 TI-od van, Holi? Na, figyelj. Élek az egyetemnek az előnyeivel. Jó az. Nehogy Joker, nem vettem komolyan. Na, kire várunk megint, mert megint állunk, mint a fa se. Hát a hatodik emberre, de ahogy beírta, hogy jön, úgy nem is jön, úgyhogy hát nem tudom, menjünk akkor. Ahogy beírta, jön, már el is ment. De tényleg. Na, szerintem menjünk. Jó ez így, öted is. Jól van, menjünk akkor, indítsunk. Van, azt mondja, hogy na, annyit kell, hogy itt filter, igen. Én addig öntök szakét magamnak újra. Hát ez már el fog fogyni, bazd meg. Ne gondolj rá. Azt kérdi, Holi... Én vagyok, hogy csatlakozom. Azt kérdi, Holi, Huci, hogy Hucinál ennyire gyakori, hogy elmennek az emberek? És röhögő fej. Ilyen hatással ez az. Látod? Ilyen természetfett erejé vannak, hogy aki behozza, az el is menj. Most Braszkó, mit bérázol? Mondjad, mi a baj? Ránézés már el is megy. El is két értelmű lehet, úgyhogy ez annyira nem jó. Hát
Ó, édes jó Istenem! Szólítottál? Úristen, kitavaszodhatna már igazán. Én már, mikor leszek? Már elegem van. Most vagyok éppen 5 napot. Meg előző héten voltam 8 napot. Hm. Hát figyelj már, grófnő amúgy, te mivel foglalkozol? Az titok. Dick. Jó, ki vagy? Illegális... Nem, egyáltalán nem. Én nagyon becsületes munkahelyen dolgozom. Huci FBI is, aki rá fogja törni minden, ajtót. Mindezt mondja, hogy becsületes helyen dolgozik, de senki nem tudja, mi van a pincéjükben. Igen, előző héten, a 7 napos hétben 8 napot voltam, szóval nyilván hozzáadódott egy nap, Joker. Akkor én nem mondom meg, hogy csiliárdos vagyok. De jó neked. Hol van, Geri? Csak nem a sajátomat... Ilyen... Nem a sajátomat számolom. De Zolika ilyen szerény milliárdos, csak gépre nem költ. Ja. Három Rolls-Royce-ra van. Jó. Melyik a csak az lenne? Ja, hogy Search and Destroy dobott be még így is? Ja. Hát az kurva jó lesz. Miért? Easy. Én állítottam be, mert azt ez az, hogy... Ez az full controller enemy, faszom én assist, geci. Hogy beszélsz? Hogy beszélsz? Én is kontrollerre játszok. Mindjárt lebannollak innen a chatemről, meg a Discordról, ha így beszélsz. Ne szereked. Hozzam a bilincset, Izaura. Egészségedre, Csocsika. Mi volt a vacsi? Tejbe gríz. De régettem, tejbe gríztam. Nem szeretem. Szóval Arkangyal, vigyázz már magadra, ki lesz bannulva. Meg lesz öntosza. Testemet félelem fogja el amúgy. Yeah. Nagyon. Ja, most SD van? Igen, yeah. SD van, úgyhogy átüzdöfendeljük akkor. Oké. Üdvözlünk köztünk. Én próbáltam egy hatodik embert beszerezni. Én itt a busznál otthon érzem magam, úgyhogy én ide be is. Úrra, Isten, mi ez? Kempeltem magam, sőt, oda a toj-toj-hoz itt jobb. What the fuck? Miért laborok? Sűrűbben szeretem a tejbegrízt, nem szeretem, ha ilyen undorító folyós szar. Ezt most kimondja, te vagy a néző? Az a jó, ha megáll benne a kanál. És jó sok kakaóval, Nesquikkel. Sőt, nem is, hanem azzal a... Megáll benne a kanál. Úristen! Azzal a sötét kakaóborral, amit te cukrozol fel. Azzal az igazi. Azzal na. A hagyományos kakaóval. Én még a szakét szerettem, meg egészségeteket. Kénél vannak amúgy? Én nem tudok játszani egy FPS-en, mondom, what the fuck. B-nél vannak. 60 seconds left. Köszi srácok, köszi. Nézzük Hucit. Bén kempel a gyerek. Én meg hótam. Gyönyörű. Gyönyör. Alig vettem észre amúgy. Basz meg hátba. Ebben ezt a első kört odaadtuk nekik. Ne arugodjatok, nekem valamiért egy FPS-em van. Az nem túl jó amúgy. De nem tudom mitől. Nem baj. Azon én pornót leállítottad? Lehet az ez itt a probléma. Ha letöltés mi? Megy a... izé a... Megy a... Azaz. Az a kecske pornó. Az a kecske pornó, megy a háttérbe. Na, szereztem egy hatodik embert, jön izé Geri. 4K meg Ultra HD-ben tölti le éppen torrenttel. Bocsánat, 8K el a internetet. Azaz! 8K. Egy hat. Itt vagyok bent a boxban. A folyosóval egy sniper? Oldalba jön nektek az egyik. Hónunkon van. Hónunkon? Ja. A hónunkon? Ára jön? Csak mert hogy itt elhullottatok. Öcsém, leraktam a Claymore-t, és ja. Rögtön belementem. Jó volt! Nézd meg a kisúnyit, figyeld, hogy kisúnyult ide. 2-6. Tudli, ezt hívják Parmának. Valami info? Cold-blooded. Elementek. Igen, ez... Igen. One minute remaining. Meglehetősen sunyi módon. Muketillója, vele nem tudunk beszélgetni, jó? Ő a hatodik, igen. Igen.
De majd mindjárt jön Geri, azt mondta 5 perc és jön. Jó. Úgyhogy meg leszünk hatam. Án van, Muke, án. De tudunk neki írni, ja ilyenkor már nem halott ki, nem tudunk, ugye? Nem tudom, azt hittem, hogy kell, ott van. Ott van. Nem hiszem el, is nem lőtte le. Ott a ban. Bannuljátok ki azt a Elite Over 45-öt a faszomba, a életből is bannuljátok ki a gecibe azt a temetőt. Semmi baj? Ja, a tetedről. Aha. Ja. Ja, Brutika. Tehát ezek a followeres hülyeségek mindig. Sűrűben szeretitek. Ketchupos lekváros szendvics Kobiukival, meg Nokival, Nokedlival, vagy ez mi az a Noki? Az lesz az Nokedli, nem? Van ott egy páros. Várjál, én bemegyek. Behatol? Behatolok. Behatolás, ez mindig egy izgalmas dolog. Főleg először. Rájuk kell kerülni, megyek. Bazd meg, ablaktól nem látom. Egy hat. Oké, már csak egy van, srácok. 5-1. Szép, gyönyör. Bárki pedig pont rákerültem. Bam. Ha kérdezni kell, hogy behatol, az már igen rossz. Hát Braszkónak megjött a friend requestje amúgy. Micsoda, érezni kell, hogy mikor lehet behatolni, vagy hogy? Hogy van? Most ezt így hogy kell elfogadni? Nem, na majd meccs után, mert ehhez nagyon krumpli vagyok. Én ebből, bassz meg. Majd jönnek. Ó, sniperes, vigyázzál, a sniperes van számba. Enemy UAV active. Én nyomom a rákerülős taxot. Elnyomtak egy UAV-ot. Ne vagyok. Valaki jött oldalt is. Ben van, Ben. Á, ne fegyek fel. Sniper hosszú, vigyázz. Igen, ott van. Most ilyen beszorítva érzem magam. De miért rám nézel, te hülye? Baszki. Hát ezek most kurvára beszorítottak. Na jó. Előre dőlünk. Pam 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 pam. Csotika, az bekérdezés volt a javából. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Dani, de Vito, óvatosan, mert itt fognak állni, majd figyelj. Ha itt kimegyünk az ajtón. Itt már itt is van, bejött. Haszki. Kempel. Ezzel a pályán nem tudok. Illi, köszönöm a követést. A faszomba bele. Keresem itt hucit, de sehol. Meghaltál te is? Én már az elején meghaltam, ja. Persze. Mennyi szentexet kapsz, jó Isten? Együtt élünk, együtt halunk. Ezt még tudtam volna folytatni ezt a mondatot, de nők vannak itt, úgyhogy nem mondok semmit. Nyugodtan folytathatod, tudod, hogy engem nem zavar. De az anyádat, hogy te belém csúszott, és tudod, hogy köszi. Belé csúszott, igen. Gyerek, mi csinál? Mi az a setup, amit te használsz? Szívi fagyosra fogod tőle. Visszafogom a perverzitásom, Holly. Jaj, Cyber, ne, hogy tisztén felvedd. Itt most itt poén hegyek mennek. Nem kell ezeket felvenni. Soha nem szabad semmit felvenni, srácok. Ne legyen senki szenzitív, meg ilyen hópihe, meg ilyenek, érted? Semmit nem szabad. De ahogy ott várnak.
Atya úristen, ha mennyi golyó kell belé, te. De a gyerek nem tettek timingba nedvesen. Te kierpégézett a vállat, érted? Nem hiszem el. Nani? Oké. Okay. Jó, szerintem ezt így most ez így elmegy ez a kör, nem baj, ilyen is van. Van, nem baj. Mindig nem lehet nyerni. Én nem mondom. Ezen a pályán most vagyok először SD-be, azt hiszem. Azért fosszom, hogy én utálom. Én is utálom. Hozzá a shipmentet. Nem jó dolog visszafogni a vadállatot, Holly? Hát azért, de... Néha muszáj. Jó, majdnem belehaltam a kibaszott szentekbe. A rák, vigyek! A kurva száraz, ott kempel a fizém fal mellett. Hője gyerek, belejön a szemtexbe. Zöli autó. Mi lő? Nem hiszem elég. Jó, egy hat. Már csak egy van. Valaki info? Valahol? Itt van kint. Kapott sokat. Oké, megyek. Megvan. Victory secure. Be ready to win again. GG. Hallottam? Szavazd, Geri! Az egy 8-szám, Cyber, gyerek! Cyber, az előbb nem működött a mikrofonom. Történt. Most volt itt Pesten amúgy, nem? Vagy nem Pesten, vagy Magyarországon. Vagy nem tudom, hogy Pesten, vagy Magyarországon, mindegy. De azt tudom, hogy itt a hazánkban volt mostanában Boris, nem? Az ki ez a Boris? Boris Brejcsa. Én nem ismerem. Ja Istenem, kapcsolós. Zoli nem ismeri. Jó kis spanyol zene. Mondjuk szerintem a technozene áll tőlem a legtávolabb. Tőlem is. Bármit meghallgatod, rock, tényleg minden szart meghallgatod, de a techno az annyira... sok minden. Hát néha jó pedig. Hűha. A faszom ott áll az ablakban, az a büdös gyökér. Büdös gyöké. Ez meg jön hátba. Jövök Zoli. Az anyádat basztanak már mindig. Kapta egy picit. Most meg ráhoztuk a frászt. Pár éve most volt. Ez jó bement ez a flash. Mögöttünk. Ránk kerültek, megvan. Basz, mi fasz? One minute remaining. Nem, most kapunk ki. Ja. Ne! Nem baj, szekölt veszíteni! Hagytuk magunkat. Persze. Egy tomorrow lent? Megnézném amúgy. Bár annyira nem vagy szociális, hogy elmenjek ilyen helyekre, de... De szeretem ezt a DJ-t egyébként. Happy, hagyjuk inkább azt a klippet, mert ez olyan flashbang dobás volt, hogy ezt senki nem kell látni. Jól van, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Gyere, holnap is! Így van, gyere máskor is. Jajstum, de jó volt az SD. Ó, várjatok nekem, restartolok. Nekem is. Update-re, akkor átmegyünk a karácsonyi setup-ra. Gyönyörűen nézhetitek a Mikulásomat. Tényleg, milyen Mikulásoddal megnézem? Na nézzet. El fogom lopni a Mikulásod. Nézed vagy, mutassa. Kérem egy faházat is bent, hogy nézzük távkéből. Az, hogy legyünk grincsek. De hallom is? Ilyen szexuális fád van. Ugye? Ho-ho-ho-ho! Slimit the hund. Köszi a követést. Köszi, köszi! Király vagy. Jaj, Frosty! Ne viccelj, én köszönöm szépen. Az az Imre. Én hoztam. Ja, Imre a... Én volnék. Ja, köszi. Köszi, Imi. Nagyon szívesen. Köfi, köfi! Szexuáliasak vagytok. Lehetünk, hogy itt is várjál. Én már karácsonyi setupban vagyok, huci. Úgyhogy muszáj lesz. Ja, lehet, hogy most van. Egyébként is most van a dolgot, de és bazd meg izére, be is... Azt igen! Imre, köszi szépen a izét, a...
a Prime-os feliratkozást. Most azonnal. Ezt így toljátok, szóval, hogy így. Imi, nagyon szépen köszi a Prime-os feliratkozást, köszi, köszi. Jó, lehet menni rá, nézzétek meg, kurva jó. Mi történik nálad, Tuci? Beszfemeltem a csatornádat a csetemre. Ja, miért? Tetszik a karácsonyi szettem? Aha. Igen? Tessék, nincsen. Karácsony. Jézusom, srácok, mi a... Igen? Azért látom, Petra ott csírekben ott van a felső sávodon. Igen, igen. Igen, igen. Petra szeret ott lenni a képernyőn. Srácok! Airwolf akkor lennél igazán és jó, Brutika nagyon szépen köszi. Bitet küldtél volna, csak köszi, mondom. Köszi, köszi. A követés. Köszi, köszi. Híven, ugye? 69, mert én nálam nem tudom, mert 50-es a minimum. Ja, úgy, hogy nálad 50-es. Igen, igen. Úgyhogy ezért nem tudnak ilyen szexuális zenéket beküldeni. Értem, értem. A gyerekek, nem, gyerekek elbeszéltek egymás, mert tehát 50 minimum, akkor hogy ne tudna 69-et beküldeni? Hát, hogy egyesével nem tud bitet küldeni, gondolom, így értette. Ugye be egybe, dur. Meg kéne csír 69, paf. Ja igen, 69-et, ha bár nem. Vagy de. De. De igen, 69-et be tudna küldeni egyszerre. De úgy, hogy azt, de igen, akkor meg lehet. Ja, hogy tudnál, de hogy ez nem jár mindenkinek, igen. Értem. De hát neki jár. Nincs már hidratálás, Markitó, leszettem, mert nagyon spameltétek. Na most mindenki visszajött a kordba, vagy mi történik? Aha. Én már itt vagyok. Köszi Brutika a követés, köszi srácok mindenkinek, köszi királyok. Megy az invite, Arkangyal, Dani DeVito, felvidéki, nekem ennyi. Zoli, küldesz akkor nekem? Imrép majd én velem, ha fenn lesz. De csatlakozz Hucira, Geri. Ismerősök vagytok. Neked jár, mert belfeknek. Aha. Mert gondolom az meg akar lenni. De majd mindjárt küldök. Nem vagytok ismerősek, Geri Hucival? Nem. Nem? De mindjárt küldök akkor. Azt mondja, hogy... ma... annyi barátom van, baszki, hogy már nem találom embereket. Oké, okay, detail. Hát igen, ez a sztárság, ez ilyen látod. Ah, sztár. Hírnév. Messze vagyok én a hírnév szemég a sztárságtól, úgyhogy... Nem, nem. Majd. Na, elég volt itt a karácsonyi szettekből. Figyelj meg aztán. Reméljük. Én leveszed a karácsonyi szettet, ne. Hát átkövágtanom játékra, vagy most mit nézzenek emberek a izét? Karácsonyi szettet. Ha? Egy szépen átugrunk játékra. És vagyunk. Egyél egy zsíros kenyeret pontuk ér. És nem csak a karácsonyi szett, ami itt van, amit így látnak, ilyen bekezdés, minden. Összes alert karácsonyi. A követés, a feliratkozás, a minden is karácsonyi. Én még ennyire nem raktam magam karácsonyisba itt december másodikán. Szóval előbb Imre feliratkozott, és itt szólt nekem a na 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 na. Na egész nap ezt hallgattam, ez már kiégett. Na szóval akkor most megvagyunk hatan SD-re? Igen, igen. Igen. Yes. Jó, gyerek. Csak eljött ez a pont. Ilyen 5,5 óra játszás után. Nagyon jó. Na, hát akkor mehet. Hozzam a kiló szanaxot. Kezd nagyon melegem lenni, úgyhogy iszok egy szakét megint szerintem. Hú, én meg akkor elengedtek még egy ilyen villámgyors pisire, és akkor... Hogyan? De csak akkor engedünk el, hogyha kensz egy nutellás ketchupos kenyeret. Visszafele hozzak egy nutellát, de se nutellám, se ketchupom, se kenyerem. Réd a legjobb hápi. Az is jó, az is jó. Faszom. Ilyenkor kárt kapogni a szomszédhoz. Nincs szomszéd. Így van, nyitva kivoltoljuk. Kinnézd az meg az erdő közepén? Igen, na mindjárt. Jövök. De amúgy az mekkora, én is ott szeretnék élni, így mindenkitől amúgy távol, semmi szomszéd, nyugodtan lehet ordítani, azt csinálsz, amit akarsz. Amúgy is lehet ordítani. Hát... Na, pillanat. Oké. Okay. Amúgy is lehet ordítani, jöjjön át a szomszéd. Srácok, egészségetekre mindenkinek, aki itt van velem a streamben, nagyon szépen köszi a követéseket, a csíreket, a mindent is, imádlak titeket. Köszi, köszi, nyitva ki, jó egészségedre, srácok itt Discordon, nektek is egészségetekre. Egészség. Én is beleisztok a kis viszkimbe. Egészség. Na, megint isztok.
Figyelj, én is csak akkor egy viszkit. Hát figyelj, én orvosi, orvostan hallgató vagyok, tehát én legálisan ihatok akár délben is, mert nekem megvan engedve. Orvos írta elő, hogy ígyunk, bazd meg. Orvos. Ja, nekem is ő írta elő. Ja, én mindenkinek előírtam. Dr. Arkangyal receptjére. Baszki, 5 óra lassan... Nem baj, Imre majd nem mer legalább beteg lenni, ha én elvégzem az orvosit, nem mer kórházba kerülni. Lassan 5 órára játszok és 4 szintet fejlődtem. Azt tudod, hogy oda megyek praktizálni hozzátok Skóciába. Melyik országban, hogy tudjam, hogy ne kell vizet oda vennem? Mondja csak a városi. Elkérem az orvosoknak számát, hogy hova szoktál járni. Én már nem járok orvoshoz, inkább itthon maradok, azt csókolom. Viszont jó inkább kis meghalok. Így van. Figyelj, motiváltam. Lett egy új sniperünk. Nem leszek én, bazd meg. 60%. Nem kell félni. Meg ezt is kihozom. Te hogy játszol 5 órája? Te nem dolgoztál. Én nem dolgoztam már, kérlek szépen, és holnap se fogok. Úgyhogy holnap is lesz stream. Keménybe. De ezek a call-outok, hogy van? Hogy játszott 5 órája? A kurva anyád, bazd meg, hogy a faszomba lehet az, hogy itt vagy, te mocskos disztó. Mi a fasz érdemben ti el dolgozni? Ez az, miért nem dolgoztál, bazd meg? Mi az, hogy nem dolgoztál? Amúgy ezt valaki elmagyarázna, betelepes, hogy miért van odaírva a dolgokhoz, hogy free, ha nem free. De várja, akinek nincsen battle passa, annak free-nek kell, hogy legyen, nem? Igen. Hát nekem volt ismerősöm, aki nem volt battle pass, és kurva nem volt neki free. Kérdezzétek meg Pucit, mert neki nincs battle pass, hogy ki tudja venni ezeket a free dolgokat. Ki tudom. Szerintem pont Hucinál teszteltük, hogy ott van, hogy free, és nyomogat, és nem történt semmi. Én ki tudtam venni a fegyvereket például. Hogy csak egy temporali bug volt, vagy? Lehet. Hello, nem János. Tudom. És én nem tudom, nekem 88%-on van a battle pass, én neked nem tudok, hogy mi free, meg mi nem free. És mi mindig 60 nap van a 2. szezonig, úgyhogy indul a WoW party, srácok. Ahogy megcsináljuk itt a összes battle pass, meg a összes levelt. El fogsz kezdeni játszani az a sárkányos fosszal? Így, nem a sárkányos fosszal. Fosszal? Fosszal? Összefosztott magunkat ettől a szárkányos fosztól, nem, hanem így a legeslegelejétől kell elkezdenem a játékkal játszani, mert életben nem baboztam. Hogy érted a legeslegelejétől? Klassziktól? Nem a klassziktól, hanem a rendes játékkal fogok játszani, de így mondta elejétől, szóval. Na most én confused vagyok. Index hír, Krumpli szorult egy, micsoda, lelkész végbelébe, első komment, paplikás Krumpli. Na most várj, te feltelepíted a WoW-ot, csinálsz egy karaktert, ami level 1-es, és elkezded felhúzni, de nem veszed meg a sárkányos kiegetet, addig nem húzod fel. Nem. Így. Pontosan, ahogy mondod, igen. Igen, így van. Ja. Szóval elérek a level 20-ig, mert level 20-ig ingyenes a játék, aztán előfizetek a játékra. Igen. És aztán majd lesz valami, úgyhogy meglássuk. Szóval... Ugye azzal, hogy előfizetsz a játékra, azzal ugye feloldja neked a WoW-ot egészen az új, legújabb kiegészítő. Most már ugye úgy működik, hogy régen a WoW ugye úgy volt, hogy Battle Chest kellett venned, és ugye abban benn volt a Burning, az alap WoW, a Burning Crusade, meg a Lich King. Nem, a Lich King nem volt benne, az alap WoW, a Burning Crusade, meg ezek. De most már úgy van, hogyha előfizetsz a WoW-ra, akkor egészen felupgrade-eli neked addig, amíg a legújabb kiegészítő van. Na várj, de akkor én nem játszotok a előző kiegészítőkkel? De azt mondom, hogy egészen a sárkányos fosig te bármelyikkel játszasz. Tehát level 1-től level... Fasz tudja meddig, fel tudod húzni a karakteret. Most azért mondom, hogy fasz tudja meddig, mert például a... Ugye a Lich King nem level 8... Nem tudok megszólalni egyszerűen. Közben mehet a játékhoz, indíthatod. Nem, csak igazából csak annyit szerettem volna, hogy gulpolnak megköszönni a követést, illetve hol van még itt, volt egy csak egy ember, és volt egy olyan, hogy az a bajom, hogy nincs ilyen ördögi smiley cyber lesz. Köszönöm a tippet, folytathatjátok. De amúgy ilyenkor nyugodtan némítsál amiket a faszomba amúgy. De tudod, és bonyolult. Akkor... Én azért beküldök 3 szívet. Bocsi, nem tudtam. Szeretett van. Rá akartam magyarázni, vagy már rá akartam jönni, hogy kedves Zoltán, hogy érti a vovozást, mondja. Kétféle módon lehet vovozni, ugye van a klasszik vovó, ami most a Lich Kingnél tart, meg van a rendes vovó, ami ugye most a sárkányos csodánál tart.
Vagy sehogy. Vagy nem kezded el egyáltalán, és az a legjobb döntés. Így van. Mert akkor nem pazar, marad nem életed, pazar, igen. Nem pazarolsz el 14 évet, mint én. Én maradok. Én nem bobozok. Nem pazarolsz el 14 évet, mint én. Jó játék a WoW, srácok. Én megbantom, hogy elkezdtem. Jó játék a WoW. Ki fogom próbálni, meglássuk, milyen lesz. A szociális életed. Hát, de nincs szociális életem, szóval. Yeah. Én itt élem a szociális életemet, már nem azért. Figyelj, az helyett, hogy mondjuk kodozni fogunk 6-7 órát, az helyett fogunk homozni 6-7 órát, úgyhogy ugyanott fogunk tartani. Azt tudod ezt iratkozni? Csak a WoW-val nem tudsz 6-7 órát játszani, ez nem így működik. Baszki, hát addig játszok vele, amíg akarok, nem? Megfogom, lekapcsolom és hello. Hát igen, csak na majd minden, majd látod. Én is MMORPG-ztem már életemben, úgyhogy tudom, mit akarsz mondani ebben. Tudom azt, hogyha bekapcsolod a játékot, elkezdesz küldetésezni, oda mész Jolika nénihez, hogy akkor izért. Menjél ide, öld meg ezt a három farkas, menjél vissza, és akkor aztán azt veszi részre, hogy baszki már eltelt 10 óra. Én ezt értem. Alapból hát, level... Haló, most játszunk, hogy beszélgetünk. Ugye, figyelj már egy kicsit a játékra. Én játszok, nekem 3 killem van közben. Ja. Amúgy az utolsó, egy ember. Nem mondtátok, hogy SD van. Ja, Gábor, tia, köszönöm a követést. Én előre futottam, azt meghaltam. Kösz! Várjátok, mert itt vannak. Án vannak. Bén van a gyerek, mi az, hogy án vannak? Miről beszélsz? Itt mi a hallottam azt a... Na, meg is serkezik. Bén volt? Bén volt. Mindjárt látjátok, hogy hol volt. Aha. Az A, igen, nem Bén. Hop. Vagy Bén. Tehát azért mondom, hogy ez Bén volt, igen. Mi a... Ja, hogy már hucit fogod nézni, mi amikor majd én vovozni fogok? De és hogyha a hucival fogok vovozni, akkor mit csinálsz? Ezt tudjátok, a setupokat, mert az enyém se jobb. Ne szidd a setupot, mert igazából ezt a fegyvert csak kihúztam aranyra, és azóta kezem. Igen, én ugyanígy vagyok kb, csak még nem arany. Tehát, hogy igazából itt a double killekre hajtok, de ez itt úgyse lesz meg, de mindegy. 2-6 hosszú, középhosszú. Shoothouse-ezni szoktunk, de én már rászottam inkább a tier 1-re. Ú, baszki, A-nál vannak. A-nál vannak? Menjünk oda akkor. Vagyis hát a fönn a épületben az a tető ablak, vagy én nem tudom mi az ablak. Itt repült egy gránát, vagy nem tudom mi az. Dual charge. Egy halt Bén. Szép. Egyen halt. Bazd meg, itt van Bén az alagútba, hites a gyerek. Alagútba bent áll. De erik már onnan. Bén, Álfala van egy Claymore, az egyik kettő van Án. Ott jobbra, mind a kettő tőled. Mind a kettő ott van. Meghaltam. Ahogy befordulsz az alagútba, ott lesz két ember. Batki, jó van. Már Kitó, köszönöm szépen. Elköszönt. Ja, Joker, drágám. Bocsánat, annyi fele kell már itt figyelnem. Nagyon szép, nagyon szép, nagyon szép. Hello, ennyi vagytok, baszki! Na mi van? A részeg tengerész lehozta. Köszi, köszi. Na igen, a részeg japán ember, aki egész nap szakét iszik, lehozta. A részeg japán ember, aki valamiért magyarul beszél. Annyira leitta magát, hogy már magyarul beszél. Konnichiwa, arigato! Itatakimasz! Rasszista. Na, jó van. Köszi, srácok, köszi, köszi. Akszik. Közép az ablak Olympus, majd ott van az ablak, figyelj, mert onnan kilőhetnek, ott is van, megkapom. Egy még futott át Bér, vigyázzatok. Itt vagyok Béné. Azt kellett volna lenni a nevemnek, igen, felvidéki japán streamer. Na, az lett van még vicces. Egy az ablakba. Kaptál tírba. Basszus. Alsó szinten állnál. Igen. Szép. Szép, szép. Utolsó. Itt van valahol. Ám van vagy Bén? Ám nincs. Itt van nálam. Semmi baj. Hát ez a szaké, kurva jó. Ez meg... Nekem nem hagylak embert egyszerűen. Legyél jobb. Tényző állatok. Úgy, ahogy Kratos mondta a fiának. Nem szoktunk DMZ meg DZ-zni, én legalábbis nem szoktam. DMZ egy hulladék. Ha DMZ-zni akarok, akkor ennél van rakétám is, meg vítolom is.
Az igen, kérlek, ki az a Beatle kimány nyakúba. Most ilyen be a Beatle-t? Hát jaj. Nem tudom miért, amit SMG-vel ilyen nagy távokra céloznak. Hogy? Ott befutott az épületbe. Beírom bére. Bassza visszafutott. Meg! De ne halljatok meg, most hittem a Vito-t, baszki. Hát nem tudom csinálni, ha egyszer befut rám két ember. Taktikai. Ott vannak még benne az épületbe. Itt vannak áll az épületbe, amúgy csak ott van. Három. Hárman kettőt vannak megöltem. B épület. Kettőt megöltem, Béni. Van egy fal mögött épület. Á, van megfordult. Huci, ott van a vítolom, úgyhogy bírjad picit. El kell lenni a bombáért. Bén van a vítolom. Nyugi, nyugi. Itt volt egy ember. Most kérek futtok bére. Karjait amúgy. Megfogni a bombát. Nyugi, nyugi, nyugi. Nyugodtak vagyunk. Igen. Jó, most indult be a vítolom, várj picit. Bassza meg! Akartam mondani, nem fog kijönni esetleg hátba neked, akit tartottál? Hányok, de ahhoz ott a tarkó van, ti. És nekem elég volt a tarkó volt, köszönöm. Amilyen nem adnék pénzt, az a tarkó. Rengeteget játszottam vele, úgyhogy elég nekem volt. Ki akarom próbálni, hogy milyen. Nekem megvan. Hát, akkor goodbye. Idegrendszer, meg ilyenek. Azt mondod? Igen. Készítsd fel. Annyit mondok, hogy sok sikert. Goodbye. Az meg van, hogy sniper. De basz! B. Sniper, vigyázz. Sati van benne a másik ember. Mi történt? Elkezdtek játszani itt emberek? Mi? Fent van másik emeleten egy ember, Sati van. Ez így nem, ez a fegyver ide, nem jó. Melyik? Ám van egy, meg Bén van egy. Hát ez így elment a levesbe. Ám meg Bén van egy fix. Az meg, de előbb lövök és... Egy V4. Köszi. Igen. Ott volt Bén fixen. Vagyis hát itt engem minden lőtt ki. Ott lesz balra tőled a már. És fönt állt, nem láttam! Nem láttam, hogy fönt van. Hát nem lett meg, Petra. Nem lett meg. Ja, hogy így az ő. Igen, diplomatokat nem tőnket. Jó, gyerek. Jó van akkor. Diplomat cover mögött a tetőn. Van patkány a move ennél? Nem nagyon. Na jó van, engedtünk neki két pontot, most már azért basszuk szét a szájukat. Én erre jövök. Hátulról támadok. Középre már nem jön ki senki. Gyenkes kávé, szia. Hát igen, ott engem már itt be is spottolt. Ott! B-t lefüstölték. Jövök B-re. Ott van bent. Nem lehet ezzel ilyen messzire lőni valaki. Egy halt bén. Vagyis át kövinél fegyvereket állít. Barnézel, Dani a Crocs-ben az épületben. Hú, de megijedtem. Még egy meghalt bén. Meghalt a tetőn lévő csávó, ugyanott volt. Kinél van a bomba? Nálam. Gyertek, tiszta. Oké, okay, rakjuk bét. Köszönöm már. Jaj, már tudod, te vagy a másik, aki mindig azt mondja, hogy jönne, de nem jön. Bocsi, Zoli. Szép, gyönyörű. Na, ez egy szép játék volt most. Kemény fegyvereket, igen. Azaz, domod. Engedtem a bombot. Volt ott egy kis sprayelés, de nem baj. Elfogadható. Nem, nincsen, ez taktikai szórás volt. Taktikai bezórás. Az enemy megzavarodott, az biztos. Ja, igen. Egy hat középet. Az ikrek. Mondjad?
ugyanúgy néznek. Bazd meg a gyerek kiről. Elmentek B-re hárman. Van még egyben, még egyben. Ugéri, igen, Soti van. Kettő, kettő van bent, három van bent, három van bent, három van bent. Három, bazd meg. Már csak kettő. Már csak egy. Utolsó egy is meghalt oda bent. Oké, már csak egy ember. Ilyen kettő ablak fönn. Utolsó ablakon fönn. Gyönyör, mi a fasz? Milyen info volt, na? Nagyon jó voltál, csókoltatlak. Ja, hogy itt volt a utolsó. Én meg a B-n voltam. Ott, ott néztem a ablakot. Leszedtem a kettőt a garázsba, és ott volt még egy harmadik is, bazd meg. Search and destroy. Mondtam, hogy van ott három. Hogyan mondtam, volt három, csak dobókó is volt a kezemben. Hogyan kiemeli a csaj? Hallottátok? Search and destroy. And destroy. Ja, mert nincs be, mert sose destroy, mindig csak search. Mindig az emeletem vannak meg a házban általában. Egy halt B-nél. Okay. Egy lomostán, egy lomostán. Van még egy B-nél. Szép. Ben az épületbe. Friendly bomb drone is online. Elment. Elment balra, Zoli. B meghalt. Megy az utolsó rá, a B-re. Nagyon szép. Hello! Ja. Olé, 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 olé. Victory, ennyi. Ennyi noobot. Én se tettem ez hozzá sokat. Ez ez. És már írták is a ezezet. Easy. Ja, csoki. Na, jó, akkor most egy picit kilépünk. Miért, mi történik? Fegyvert állítunk. Ja, 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 ja. De akkor Imre mondja már nekem, hogy mondjuk egy M4 setupot, ezt szerintem mi a jó setup. Na, mondjatok egy M4 setupot, erre vagyok én is. Én szerintem SMG és egy sniper setup kell SD-be. Igen. Aj, igen. Csak az a baj, hogy én Marksmanból szeretnék sniper csinálni. Az is jó, az is jó. De még nincs egyik se annyira felhúzva, hogy tudjak rátenni szkópot. SMG az megvan, és sniperből mit érdemes használni? Melyik sniper? Hát én most én a Battle Passból vettem ki a egyik izét. Egyik... XM-et, vagy melyik az? A15-ös. Signal 50, vagy az XM-et használjam? Akkor inkább már a Victus, az XMR-t használok. Ott rátenni, bakker. Nekem így néz ki a sniperem. Treamba megtekinthető. Várj, hadd nézzem. Nézek sniper, de ezeket meg annyira nem csípem. High velocity-val kevés range-et kapsz. És MCPR-t MCPR-t használjam? Én a Sniper-t használok, én az SPR-t használom, 208-as. De az izé, Mars van, nem? Nem az? Igen, de én általában kitottam Sniper-re. Ja. Hát az a tervem nekem is, csak még lófasz nem tudok rátenni, egy scope-ot nem tudok rátenni, az a baj. Hanyos szintű? Kettes. Ó. Nem nő játszik Marsmannal a hölgy. Ja. Érthető, Maribel. Hát ha ezt tudom, ezzel fogok amúgy, vagy nem tudom. Menjünk egy multit, hát ha kicsit izé fel tudom húzni, nem tudom, próbáljuk meg. De nincs egy Weapon XP-t se amúgy tokened? Én nem látom, hogy lenne, hát ezt ide ki kéne írnia, de nincs. Igen, ott a indítás mellett kéne lenni, hogy XP token. Pedig elméletileg kaptam. De lehet felhasználtad őket. Nem használtam fel. Itt van például, ezt most vettem át, tudom ma, és nem tudom, hogy hol van. Mindjárt ránézek a streamedre. Én nem tudom mi a streamet, szóval... Mindjárt ránézek a streamedre. Pucudli ugyanúgy Twitch-en. Ja igen, nincs mellette neki semmi. Úgyhogy nincs ott. Az vagy jó. De én elnyomhatok neked egy... Ja, de nem kapod meg akkor semmi. Nincs. Hiába nyomkodom el. Vagy hogyha meg lenne véve a battle passod, akkor ki lehetne venni belőle egy snipert amúgy. Én is onnan vettem ki a snipert. Ja. Na mindegy, majd felhúzom a Marksmant. Mocskos pay to win játék. Slimmy, köszönöm a követést. Nagyon szívesen. Slimmy, Slimmy. 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 Na jó, mindegy, akkor maradjon inkább egy AR, mert az hosszú távra jobb, mint egy SMG. Szóval... Vagy AR. Itt a store-ban nincsen valami sniperes izé? 100 millió euróért? Emlégy, gurmigy. Magazin. 60-as tár, az kell, az fontos. Nem. Csicsat. Azt mondja csicsi. Optikból rá, jól néz ki ez. Valami. Nem tudom mit. Várjatok. Mondja, hogy range. Igen. Nagyon tetszik. Coronen Zero. Jacket. Jó lesz. Hát megnézzük, ezt rátesszük.
Megteszünk rá valami barelt, hogy a range-et még növeljük egy kicsit. Legyen mondjuk ez. Recoilod, úgy fog rúgni a fegyver, hogy csak na. Azzal ne foglalkozzál, majd megtartom. A recoilról már is intézkedtem, hogy lejjebb jöjjön. Amúgy én mostanában úgy rakom össze összes fegyveremet, hogy a recoil és a hunting legyen a legtöbb. Ez így jó is lesz. Jó, ez lesz az emni. Természetesen arany lesz, mert ez már arany. Ez arany. Jó. És akkor secondary-nak meg jöhet az SMG végül is. Gunschmidt. Erre is tesszük a 60-as tárat, mert imádunk mellé lőni. De mennyire önkritikus, imádunk mellé lőni. Rámentem arra, hogy store. Hurkatöltő. Igen. Micsoda? Hurkatöltő? Igen. Az milyen hurkatöltő? Hát ez a hurkatöltő, ez a muzzle. Ez a vastag cső a végén. Ja. Na jó, van. Úristen. Várja, még ne indítsátok-e éppen, csinálok buildot. Így már tudom, hogyha vastag cső, amivel be lehet dugni. De hol Braszkó? Megy de... vissza a Battle Pass-ra visszamentem. Hát igen, Battle Pass tokened van, de hát nincs Battle Pass-od, úgyhogy nem tudod azt elnyomni. A1. Igen, de ezt már felszedtem, ezt a fegyver XP-t, és... Elviekben csak a ingyeneseket tudnád kivenni. Ja. Hogyha nincs Battle Pass-od. Nem, nincs Battle Pass-em, nem vettem Battle Pass-t. Van mindegy, jó lesz ez így. Mindent ki tud nyitni, csak sok idő. Petra, ezt hogy érted? Kérlek, mondd el nekem, magyarázd el, hogy érted ezt? Nagy képre. De nincs megművelni ki a Battle Pass, Petra. Hiába gyűjti a tókereket, ha nincs megművelni a Battle Pass. De mi van 60 napja? Na mehetünk, megcsináltam a billet. Nem is kell, mert előrendelő voltál, így meg van alapból. Micsoda? A Battle Pass. Dehogy is, nekem is az volt. Az nem úgy működik. Nem. Fasálkod beszélt a srácot. Biztos nem, mert itt van, hogy Battle Pass. Itt. Battle Pass itt van. 1100 akkor CP. Kaptad meg a Battle Pass-t, hogyha a Volt Edition-t vetted meg, igen. Én 100 euróért. Igen. Akkor megkapod a Battle Pass-t és 50 tiert. Pontosan. Milyen hármat, Petra? Tizenhárom az a három, de mindegy. Bemész a zöldbe, lépje rá valamelyikre, Huni. Lépje bele ott a zöld mezőbe, ott a izébe. Igen, és ott bal oldalt azokat ki tudod claimálni mindet. Na jó, de ezt megcsináltam már, és nem kaptam. Hát mert ugye csak a free-t kapod meg. Az abból csak a free-ket kapod, amiket most feloldogasz, csak akkor kapod meg, hogyha megveszed a Battle Pass-t. Értem. Tehát most kaptam egy fegyvert. De viszont ott van ott egy XP token. Vagy de egy XP. Igen, most már vannak XP tokenjeid, meg ilyen free fegyvereket is ki tudsz szedni például. XP token se kapja meg, ha csak a free-be van. Igen, nem kapom meg. De ott például kaptál CP-t, látod? Plusz CP-t ingyen. Igen. De most már elfogyott, el is fogyott, ennyi volt. Ja, hogy ezek voltak a izéim. Igen. Igen. Jó. Jaj, és akkor... Hát Blaj? Tudli, ahogy szerintem is értem, én nem vettél betöbb, azt annyit korozol. Elfelejtettem. Hogy lehet elfelejteni? Nem foglalkoztam vele de annyit. Hogyha most kaptál 100 CP-t, akkor már csak 1000 CP-t kell venned, és akkor igen. Is ja, igazából már csak 900-at. Jól van, majd intézni fogom. De mennyire lehet megvenni? 1100. Ó. Nekem van 500-am. A szezon 2-ben azért majd vedd meg a Battle Pass-t. 500-am nekem is van. Amúgy azt a CP-t hol mutatja? A store-ba? Ja igen. Aha. Hát meg... Tudom, ha egyszer megveszed, az bőven elég. Ugye én is így nyomtam még a régi kodoknál. És akkor ki lehet farmolni, igen. És akkor ugye mindig, ha végigviszed a Battle Pass-t, akkor mindig ad annyi CP-t, hogy megvedd a kövid. De mivel ez most új játék, így nekem nincs CP-m, hogy megvegyem. Belőle, ugye egyszer kell pénzért megvenni, utána folyamatosan, ha kimaxolod, akkor mindig meg tudod venni. Ez így van. És ezért én szok egy szakét.